Sziasztok, Ninja! Ugye elköltözött a Twitchről a Mixerre, most erről beszélgessünk egy kicsit. Gondolom sokaknak nem kell bemutatni se Ninját, se a Twitchet, hát talán se a Mixert, de ezért vegyük át őket, hiszen nem mindenki napra kész. Ugye a Twitch egy streaming platform, ahol ugye azt jelenti, hogy egy számítógép előtt, vagy akár telefon előtt ülve videóval, vagy akár videó nélkül, élőben hát csinálsz valamit. Beszélgetsz, játszol, főzöl, egészen széles a skála, amit lehet csinálni streamelés közben, amit ugye az emberek élőben látnak a chatszobán, hozzá is tudnak szólni, és így akár lehet hát közvetetten beszélgetni is, valaki mint most én beszél, valaki mint ti értek hallgatjátok, csak ott tudtok élőben reagálni rá, és így lehet beszélgetni. És ugyanez játék közben is. Például Magyarországon kelljen valakit kiemelnem, VR-t mondanám, Nessite, Blight, de hát úgy igazából az egész hard módot ki lehetne emelni. Itt feltetőleg sokan ismernek. És ha nem magyart nézünk, akkor talán Ninja az egyik, hanem a legismertebb külföldi streamer. A legtöbbször, sőt úgy általánosságban szinte mindig Fortnite streameket csinált. Azért néha megtaláltó volt más játék is, de maradt a Fortnite-nál. És egészen jól ment a srácnak, hát nagyon is jól. Még egyszer csak bejelentette, hogy elköltözik a Twitchről a Mixerre. A Mixer is ugyanígy streaming platform, csak a Microsoft tulajdonában áll. De sokan fölkapták azonnal a vizet, hogy biztos a pénz vezéri őt. Nem tudjuk. Lehet. Lehet, hogy van benne valami. Lehet, hogy tényleg a pénz. De lehet, hogy valami más. Nem mondjunk le a következményeket. De hogy mennyire tett jót neki, azt azért... Nézzük meg számokba. A Twitch-en 72.169 volt Ninja nézőcsúcsa, ami azért nem kis szám. Az átlagban 40.000 környékén mozgott, az is egy szép szám tud lenni. Míg a Mixeren jelenleg 73.109 nézői csúcsa, több, mint a Twitch-en volt. Az átlag nézőszáma pedig 57.000, szintúgy több, mint a Twitch-en volt. De a Mixer egy új platform, még nem volt rajta nagyon sokat, tehát annyira nem meglepőek ezek a számok. A Twitch-nek egyébként nem tett annyira úgy rosszat a távozásra. Például tegnap este is több mint 250.000-en néztek Fortnite streameket. Tehát ez kimondottan jó szám. Jó, hogy mondjuk hozzáteszünk nincs átlag száma, tehát már közel vagyunk a 300-hoz, de 250 is bőven jó szám. Van egy kis vicc is ebben az egészben, ugyanis a Mixeren az első streamét egy Twitcher ellen játszotta, Bukha ellen, és így összesen őket 78.000-en nézték. Ami azért... csúcs. Nagyon szép szám. Egyébként a Mixernek is jól tett Ninja átköltözése, hát természetesen ugye megdobta a platformot, maga Ninja jelenléte is, de több mint 73.000 emberrel legalább. Illetve ugye sokan megismerték a platformot, sokan pedig csak ugye megnézték, mert hát hogy mégis mi ez a Mixer. Sokan nem voltak tisztában ezzel, őszintén mondva én sem nagyon hallottam róla egészen idáig. És hát igen, a mobilos alkalmazás is azonnal a dobogós helyekre került a Mixernek, tehát be a top 3-ba bejelentést követően. Hát mennek az emberek Ninja után, illetve egy új platform, tehát mindenki megnézi magának, hogy milyen. Úgyhogy most nincs át tényleg a pénz vezérelt, de vagy teljesen más, az mindenki döntse el magába, nem ismerjük a hátteret, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy nem, bár a Microsoft biztos, hogy jó pénz fizetett neki érte, hogy átmenjen oda, de nem biztos, hogy csak a pénz motivált őt. De nézitek a Mixert, írjátok le a tapasztalatokat, hogyha már voltatok fönt a Mixeren, hogy mégis milyen az oldal, jobb-e, rosszabb, mint a Twitch, illetve hogy releváns, hogy a Twitch kihívója legyen a jövőbe. De az egészről írjátok le a véleményeteket, hogy mit szóltok erről, hogy Ninja csak így egyszerűen átment a Mixerre. Kész. Tehát nektek erről mi a véleményetek? Azért remélem valamennyire képesek leszek ezt kultúráltan leírni, és már tudom, hogy rengeteg csatorna foglalkozott ezzel, és én megint későn foglalkozok vele, ráadásul röviden. De azért remélem, lesznek jó kommentek, amiket el tudok olvasni. Találkozunk majd egy következő videóban. Sziasztok!